A porcelán megismételhetetlen. Hogy egyre jobban megismerem, egyre jobban egyé válunk. Én egyáltalán nem foglalkoztam úgy a porcelánnal, főleg ezekkel az ékes, díszített, aranyozott porcelánokkal. Nagyon-nagyon távolinak tartottam őket, azonban most egyszerűen a lelkembe fértek, lenyűgöztek. Itt vannak körülöttem, és akarom. A hollóházi porcelángyárral együttműködve el tudtam készíteni nektek az első 60. kollekciót. Megpróbáltam mindazt az élet vidámságot, azt az életfelfogást átvinni a rajzaimra, illetve a porcelányaimra, amiket érzek. És megpróbáltam átérezni a korosztályunknak a helyzetét, a korosztályunknak az érdeklődési körét ebben az időszakban, és azt, hogy mire is van szükségünk, milyen figurákra, milyen élményekre, milyen hangulatokra, milyen színekre, és megalkottam. A 60. kollekciónak az elkészítése egy folyamat lesz. Egyre több és több terméken fogjátok megtalálni az én kis figuráimat, és az én életérzésemet, és azt hiszem, hogy évről évre, hónapra tudtok majd újat és újat találni. A 60. hollóházi kollekció első darabjait Debrecenbe fogom bemutatni, október 5-én. Csodálatos kiállítás keretein belül. Ez abszolút 60 lesz, és az biztos, hogy jobb lesz, mint a csokoládé. Ja, és egy nem elég belőle.